A pártból kizártuk. Telefonját, autóját, minden kiváltságát megmondtuk. Aztán nagy vérzést kapott. Részlet a legújabb magyar filmből, a játszmából. Az 1963-ban játszódó műben olyan sztárok szerepelnek, mint Nagy Zsolt, Kulka János, vagy éppen Scherer Péter. A fordulatokban és kémekben gazdag alkotás forgatókönyvét pedig nem más, mint Köbli Norbert írta. Kevesen tudják, hogy a forgatókönyvíró és dramaturg Dombóváron született és nőtt fel, és szorosan kötődik a szülővárosához. Gimibe Kecskemétre jártam, de nyáron itthon voltam, és aztán Pécsre jártam egyetemre, ott pedig a hét egyik felében Pécsen voltam, másik felében itthon. Úgyhogy 23 éves koromig itt a Bartók Béla utca 36 alatt laktam a szüleimmel, és utána költöztem Pestre. Nagyon jó emlékeim vannak, én nagyon szeretem Dombóvát, nagyon büszke is vagyok rá, hogy honnan jöttem. A mi családunk, a Köbli család, az 200 évre visszamenőleg van róla okirat, hogy ide valósiak. Dombováron élnek, és tulajdonképpen a város szolgálják. És anyukám pedig Somogy megyei kis faluból származik, de ide járt az Apácaiba, gimibe, és aztán itt ismerkedtek meg apukámmal, és itt telepedtek le. Úgyhogy apukám ma is itt él, temetőben itt nyugszik anyukám, és a nagyszüleim és dédszüleim is. Van még sok barátom, rokonom Dombováron, és mindig örömmel jövök haza. Pécsen jogi egyetemet végeztem, és az alatt elkezdtem filmkritikákat írni, és már úgy mentem föl Pestre, hogy volt ott egy állás számomra vártak egy újságnál, ahol így a filmkritika felől kezdtem a filmmel foglalkozni, és aztán egyre közelebb kerültem ahhoz, amire vágytam, hogy filmeket írni, és tulajdonképpen egy pár évvel később már kimehettem lépni a producerek elé azzal, hogy vannak forgatókönyveim, és akkor szerencsére ezek tetszettek nekik, és így el tudott indulni a karrierem. Köbli Norbert soha nem tanulta ezt a szakmát, önmagától kezdett el filmeket papírra vetni. Azt mondja, mindig több történeten jár az esze. Ez egy hobbi volt, de hát majd, hogy nem egy belső kényszer, egy nagy fölhajtó erő volt bennem, hogy írjak, és nem is akármit, hanem filmeket, és ezeket jó sokáig úgy magamnak írtam. De körülbelül hát egy 10 évbe beletelt, míg elkezdtek jók lenni. És soha nem gondoltam úgy rá, hogy majd feltétlenül ebből kell megérnem, azt se tudtam, hogy tehetséges vagyok-e. Hát a vizsgánál gondoltam úgy, az nem az első filmem volt, mondjuk a negyedik, 10 évvel ezelőtt, és a vizsgára érkező kritikák, meg közönségreakció után éreztem azt, hogy lediplomáztam. Tehát akkor ez volt a diplomamunkám forgatókönyvíróként, de valóban iskolában soha nem tanultam, már csak azért sem, mert nem is tanították. Jung a legjobb emberem, és ha viszonya van egy nővel, annak oka van. De az nagyon fontos, hogy az ember ne úgy írjon filmet, hogy vajon mi kell a közönségnek, mert úgyse lehet kiszámítani, és ahányan ülnek a nézőtéren, annyiféle ember, és mindegyik másra vágyik. Ви в 2000 кілометрах від рідного дому. Поэтому біжать вам некуда. Kicsit olyan ez, mint a lomtár a számítógépen, olyan a fejem, tele van történetekkel, és igazából óriási megkönnyebbülés, amikor egy-egy történetet meg tudok írni. Tehát ki tudom rakni a lomtárból, és ott van a papíron, akkor azt már nem foglal helyet a fejemben, és nem foglalkoztat állandóan. Első átírás az akkor van, amikor megírja az író a forgatókönyvet, és a rendező belép a képbe, akkor valahogy a rendezőre kell szabni a forgatókönyvet. Muszáj, hogy ő is a magáénak érezze, és ekkor nagyon jó, hogyha valójában az író és a rendező személyisége közel van egymáshoz, és hasonló, vagy ugyanazt a filmet akarják megcsinálni. Olyan népszerű sorozatokat jegyez a dombóvári származású író, mint az Apatigris vagy a Vállótársak. Így fogod, leszeded a levelet, megmosod, és egy picit fogod és kicsavarod, finom. Aha. Mindegyiket? Nem, ha nincs kedved, akkor ki is akaszgathatod őket ruhacsipesszel a szárítóra. A Vállótársakat én magyarítottam, ott ez egy nagyon jó projekt volt, jó forgatókönyv és jó figurák, de amit magyarítani kellett, az, hogy a magyar társadalomban és hihetőek legyenek a helyzetek. Például az, hogy ki mennyi pénzt keres, abból hogyan él, milyen házban lakik, milyen konfliktusai vannak. De ezért alapvetően a Vállótársak a pénzzel nem sokat foglalkozott azzal, hogy ki mit dolgozik, hanem szívügyek, szerelmi ügyek voltak, és ezáltal könnyen
Könnyen lehetett lefordítani hollandról magyarra. Még nem adtam fel annak az esélyét, hogy mozifilmben egyszer visszatérjen. Az ötleteimet nem tudom honnan veszem, nyilván nagyon sokat olvasok, és nagyon nyitott szemmel járok a világban, amióta az eszemet tudom, kisgyerekkorom óta próbáltam kitalálni a kávézóban, étteremben, parkban, hogy miről beszélnek a szomszédasztalnál, mi közöttük a viszony, ők kik. Ez egy pszichológiai műfaj, lélektani műfaj a film számomra. Amiről beszéltek, azt heti rendszerességgel elmondod nekünk. A hátam meg az hazafias szolgálat. Vizsgának megcsináltuk a folytatását 10 év elteltével, és visszatér a Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori Gabriella, Serer Péter, mind a négyen visszajönnek, és ezt most mutatjuk be október 14-én moziban országszerte. Úgyhogy ez elkészült, és láttam, nagyon jó lett, erre nagyon büszke vagyok. És amin most kezdünk el dolgozni, az pedig Blokkáda címe, ez a 1990-es taxis blokkádról szól, és tulajdonképpen ezen keresztül a rendszerváltásról. A Balázs Béla díjas Köbli Norbert Pro Oppido Dombóvár díszpolgári címet kapott a várostól, a filmművészet terén kifejtett hazai és nemzetközi sikerrel övezett alkotó tevékenység elismeréseként.